A baptista szeretetszolgálat által fenntartott kisújszállási Illési Sándor Technikum és Szakképző Iskola diákjai és tanárai is szerették volna megköszönni a Kátai Gábor Kórház dolgozóinak azt az áldozatos és felelősségteljes munkáját, amelyet már több mint egy éve végeznek. Toldi Attila igazgató elmondta, úgy gondolták, hogy köszönetüket az iskola képzési profiljához is jól illeszkedő gesztussal fejezik ki. Az Illési Iskola dolgozói közösségének javaslatára, elismerve az egészségügyben azt az áldozatos szerepvállalást, amit az elmúlt évben, már több mint egy évben végeznek, a környék egyik vendéglátóipari, vendéglátás szakmákat oktató iskolájaként úgy döntöttünk, hogy 120 liter finom mafőzött babgulyással kedveskedünk, és ismerjük el az egészségügyben dolgozók áldozatos felelősségteljes munkáját. Kik főzték ezt meg ma? Tóth László igazgató helyettes kollégám, világbajnok aranyérmes cukrász, illetve a tanítványok közösen főzték a babgulyást. Nagyon örültek, boldogan csatlakoztak, illetve a 16 éven felüliek a beszélgetés során megfogalmazták, hogy mihez lehet, ők is regisztrálni fognak a Pfizer vakcinára. Tóth László 6 tanítványa boldogan csatlakozott a jótékony akcióhoz, és főzték meg a kondérba került 20-20 kiló húst, zöldséget, répát, zellert, karalábét és csipetkét. Összesen mintegy 20 kg-nyi húst, körülbelül ugyanennyi zöldséget, répa, fehér répa, zeller, karalábé, illetve egy olyan 6 kilónyi bab, illetve a csipetke, ami belement a kondérokba, és az osztályomból 6 tanulóval készítettük ezt. Egy baptista fenntartású intézmény vagyunk, amit a szeretett szolgálat tart fent, tehát tudtak azonosulni a feladattal. Az adományt a kórház udvarán Horvátné Vas Erzsébet, Szabóné, Tarnai Lilla ápolási igazgató helyettesek vették át, és köszönték meg azt a dolgozók nevében. Az iskola vezetői pedig jó egészséget és további kitartást kívántak a Kátai Gábor Kórház valamennyi dolgozójának.